Sokac és Schwab két jó barát. Ismét együtt bálozott a két történelmi nemzetiség, a horvát és a német Mohácson. Az ötletgazda Filákovics István, a Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes vezetője egyik koreográfiájában a Sokac-Schwab vegyes házasságot vette alapul, majd hagyományteremtő céllal a mohácsi német önkormányzattal közösen rendezte meg az első bált. A lakodalmast idén is előadták a táncosok. Mi egy Schwab Sokac lakodalmast adunk elő, és én leszek a csávó, én leszek a vőfé, a Sokac vőfé. Ugye arról szól a lakodalmas, hogy egy Schwab mennyasszonyt és egy Sokac főlegényt fogunk összeadni, és én leszek a vőfé, én fogok a hangulatért felelni ezen a mai rendezvényen. Mohácsi Sokac vagyok, és abból is látszik, hogy mennyire tartjuk a hagyományokat, hogy ez a ruha is, ami rajta van, ez ilyen nagyapámi volt, aztán az édesapám is táncolt benne, és aztán most pedig én büszkén viselem. A Sokacok azok klasszikusan római katolikusok. Ugye azt is szokták mondani, hogy a ferences, katolikus ferences szerzetesekkel jöttek Magyarországra, Horvátországból, vagy a délszláv területekről. A Schwab menyasszony szerepe ezúttal Nikinek jutott. 20 éve kezdtem el itt táncolni, már óvodában is táncoltam, sőt már általános iskolában is, és így anyukám még úgy döntöttek, hogy akkor kicsit komolyabban foglalkozunk majd vele, és hát így kerültem ide Mohácsra. Én Schwab származású vagyok, a családom is Schwab származási nyilván, a nagymamám még mai napig népviseletbe jár, és hát szoktunk otthon Schwabul beszélni, bár inkább csak ő, mi meg azért magyarul válaszolunk, de néha-néha kicsikar belőlünk egy-két Schwab szót. 1920-ban nálunk már úgy mentek férjhez a lányok Sombereken, ez egy sombereki mennyasszonyi ruha lesz, hogy volt ez a Schwab szoknya, ez a fekete kabát, alatta volt egy színes válkendő és egy fehér kötény, és ugye azért volt kendő is, meg kabát is, mert általában télen mentek férjhez a lányok, és hát, hogy ne fázzanak. Ez most a 8. alkalom, hogy megrendezzük a Schwab Sokac bált itt Mohácson. Sajnos a 2 év kihagyást azt eredményezte, hogy tulajdonképpen idén a 10. évfordulót kellett volna ünnepelnünk, hiszen 2013-ban jött Filákovics István, a Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes vezetője, hogy rendezzük meg ezt a bált, és azt hiszem a jelenlévők és az itt, akik érkeznek ma mindenképpen, ezeknek a nagy száma az bizonyítja, hogy ennek itt helye van Mohácson. Itt Mohácson nagy hagyománya van mind a Schwab, mind a Sokac táncoknak, hiszen a mohácsi fiatalok a vegyes házasságokkal szinte magukba szívták azt a kettősséget, hogy a családon belül mind a két kultúrával érintkezésbe kerülnek, és nagyon szeretik egymás táncait is táncolni. Több egyesület van, több tánccsoport van, például a Mohács Nemzetiségi Néptánccsoport, aki ezt évtizedek óta nagyon nagy színvonalon űzi, és nagyon sok diákot is ma itt megtalálunk, úgyhogy én remélem, hogy így hajnalban tényleg öröm lesz a táncparketten a fiatalokkal együtt táncolni. Én csináltam 2012-ben egy ilyen koreográfiát, a Schwab Sokac lakodalmas. És az egy fesztiváldíjas koreográfia lett, és utána a német önkormányzat elnökasszonyával megbeszéltük, hogy eljön a tánc, és annak apropóján, hogy legyen egy ilyen bál. És ez nagyon-nagyon bejött, hiszen ilyen 500-600-at vesznek részt a bálon. Mindig az általam vezetett Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes nyitja meg. Köztudott, hogy mi 3 nemzetiségűek vagyunk. Tehát mindig volt egy német, egy horvát tánc, nem hosszú, csak éppen megnyitjuk a bát. Ez a lakodalmas most a 8 évből már negyedszer lesz, mert az emberek ezt kérték tőlük. Bevallom őszintén, valamikor ilyen 150-en voltunk, most a pandémia, mert 5 korosztályba táncoltunk, alsó tagozat, felső, stb. Most a gyerekeim így eléggé lemorzsolódtak, mert másfél évig nem volt próba, elmentek sportolni, van, aki másik együttesben, kevesebben lettünk, de így a középiskolás egyetemista csoport, illetve ebbe a táncba felnőtt is kell, azok úgy megmaradtak, tehát már nincs akkora érdeklődés, mondjuk, mint 15 évvel ezelőtt, de azért még megvan, mert aki ezt hozza otthonról például, én ekte horvát létemre, Sokac létemre, imádom a Schwab népzenét, a Schwab néptáncokat, tehát a gyerekeim 6 éves kortól táncolnak nálam, és őnekik igaziból teljesen mindegy, hogy mit táncol, de ennek a koreográfiának volt egy érdekessége, mert ugye a fele az
majd meglátjátok, a fele az svábokat képviseli, mert egy sváb lányt veszel, egy sokac fiú, és akkor nagyon érdekes volt, hogy volt olyan, aki csak úgy mondtam, hogy választhatok, és mondtam, hát egy erát ide, egy erát oda. Nem, én szeretnék most sváb lenni, mert én az vagyok, és sokac, meg én meg sokac. Tehát ennyire szeretik mind a hármat, világos magyar is táncolunk, de azért ebbe a táncban most próbáltam úgy alakítani, hogy a svábok svábok, a sokacok sokacok. A kisebbségben lévő nemzetiségek múltja, kulturális gyökerei általában eltérnek a többségi nemzet múltjától és gyökereitől, de egymás kultúrájának megismerése és elismerése különösen fontos, hangsúlyozta Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a rendezvény megnyitóján. Hihetetlen üzenete van ennek, amit nyugatról nézve meg sem értenek az emberek. Valahogy a kultúra, a nemzetek ott már egyben mosódnak, és itt Magyarországon a nemzetiségek, népcsoportok, akik együtt élnek, és évezredig éltek együtt, fantasztikus módon, hogy így megőrizték 21. században is a kultúrájukat, nyelvüket, mindennapi szokásaikat, ez nagyon fontos. És még egyszer az kiemelten nagyszerű dolog, hogy békében tudnak egymás mellett élni. És pláne ebben a mostani világban, amiben benne vagyunk, amiben látjuk, hogy például a két testvér népnek a háborúja az hova vezet, milyen szenvedéshez, pusztuláshoz vezet. Azok, akik megélték idősebb korosztály a délszláv háborút, emlékszünk arra, amikor ottani, mondjuk nyugodtan ezt testvér népek is sajnos hatalmas nagy pusztítást végeztek egymással szembe, mennyire szomorú és mennyire nehéz ezeket a sebeket begyógyítani, és nekünk pedig a felelősségünk, feladatunk pedig az, hogy magyarországi közösségek minél több segítséget megkapjanak, hogy mindazt, amit szeretnének megvalósítani, megőrizni, azt pedig megtudják. Míg 1526 előtt Mohács lakossága kizárólag magyarokból állt, a 17. század végén az oszmán-török megszállás utáni betelepítések következtében az akkori Magyarország talán legtarkább anyanyelvű és vallású városa jött létre.